Elkészült az első településképi arculati kézikönyv, ez alapján kell az önkormányzatoknak és a helyi építészeknek kidolgozniuk egy-egy település saját szemléltető füzetét. Az arculati kézikönyvek a magyarországi települések sajátos és egyedi jellegét és a védendő értékeket mutatják be. Digitális formában elkészült az első településképi arculati kézikönyv mintája. Egy kitalált magyar helyiség, magyar szép hely példáján keresztül mutatja be a minta, mit kell tartalmilag és formailag tartalmaznia a kézikönyveknek, amelyeket a települések készítenek el. A minta kézikönyvet összhangba kell hozni egy már megjelent kormányrendelettel is. A kézikönyv megtervezéséhez egy szakmai anyagot is elkészítettek. A településképi arculati kézikönyvvel a falvak, városok építészeti értékeit, a települések egyedi arculatát szeretnék megóvni. A jogszabályalkotók szerint nem szeretnének gátat szabni az építészeknek és a tervezők munkájának. Inkább építészeti minőséget szeretnének felmutatni az új házakat építők számára. Fék József ura vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Miért van szükség egy ilyen kézikönyvre? Rögtön ez a kérdés fogalmazódik meg mindenkiben. Hát ha prózai lennék, akkor azt mondanám azért, mert egy központi, ha úgy tetszik, rendelet, vagy egy 2016-ban született úgynevezett településképvédelmi törvény intézkedik arról, hogy a magyarországi települések hát erre a fajta arculat formálásukra, meg jövő formálásukra, ami az utcaképet, a településképet, a megszülető épületeiket, akár új, akár a régiek, hát változtatása, rekonstrukció, tehát ezeknek legyen valamiféle olyan koncepciója és keret szabálya, ami persze a mai rendezési tervekben is létezik, de ezt abból ez a mostani logika kiemelné, és egy település rendezési eszköztárba helyezett önálló elemként, és ettől kezdve alaposabban és összetettebben megfogalmazva kezelni ezt minden település. Akkor ez bővebb, vagy tartalmilag bővebb, mint a település rendezési terve egy-egy városnak, településnek? Tartalmilag azt gondolom, hogy bővebb, talán megalapozottabb is, tehát módszertanában is visszanyúl ez az anyag, ami most születik egyáltalán, egy településképi arculati kézikönyvet készít mindenki, ami egy olyan megalapozó, tanulmányszerű dolog, minden településnek bemutatja mondjuk a meglevő adottságait, az úgynevezett örökségünk fejezetben összefoglalja az, aki ezt az anyagot készíti. Persze ez egy ilyen közös társadalmasításon a helyi lakossággal és egyéb civil és más közreműködőkkel közös munka, de valaki azért ezt viszi, tehát egy települési főépítésznek van itt egy meghatározó, organizáló, moderáló szerepe. És hát valakinek, aki szakmabeliként persze annyira mereven nincs most megkötve, mint nagyon sokszor, tehát ezt alapvetően nem a település tervezők készíthetik csak, sőt nem is feltétlenül ők, még inkább és jóval nagyobb számban vannak építészek, de tulajdonképp némi építészi háttérrel egyéb tanulmányokhoz, ilyenfajta anyagokhoz mondjuk edződött bölcsokos, lokálpatrióták, helyi erők, és akik ezt úgy szeretik, szívesen csinálják. Tehát ezt egy ilyen kis aktív teambe vagy kalálkába, ez nagyon jól össze lehet rakni ezt. Hát azért szakmailag de kell nem, hozzáérteni ezt, nyilvánvalóan, mert azért úgy, az építészeknek a feladata, vagy mellett. Az építészeket fogják be erre a munkára. 3170 település van az országban, a megyében 229, elkezdődött-e a munka, mert azért a szeptemberi határidő az olyan gyorsnak tűnik, és hamar eltelik itt a nyár. Valójában ebben a mechanizmusban volt egy bizonytalanság, ami ennek az egésznek a finanszírozását érintő dologként az egész első fél évet egy kicsit labilissá tette. Tehát itt különféle tájékoztatókon a miniszterelnökségnek az építésügyi és építészeti helyettes államtitkársága számos ilyen felkészítőt meg tájékoztatót tartott a Magyar Építészkamara megyei szervezeteinek, az állami főépítészek szintén megyei szinten szerveztek tájékoztatókat a polgármestereknek, vagy akiket delegáltak erre a fórumra. De a nagyobb gond az volt, hogy ennek a munkának 1 millió forintos összegű
támogatást biztosít minden egyes településnek a kormányzat, csak ez a költségvetési törvénybe még csak az utóbbi hetekbe került bele, egész pontosan június 15-én hagyta jóvá a parlament a tavalyi költségvetésnek a ez évi módosítását, ami most már egyértelműsítette, hogy minden település, aki 10 000 fő alatti lélekszámú és 32 000 forint per fő adóképesség alatti paraméterekkel rendelkezik, ezek mind megkapják ezt az 1 000 000 forintot. Éppen a stúdióba utazva kaptam egy nagyon friss levelet, főépítészként megcímezve. Számomra a miniszterelnökségnek Kolossa József főosztályvezetőjétől, aki kifejezetten felhívja a figyelmét megint csak egy ilyen országos névre szóló vagy megkereső levelében, arra vonatkozóan, hogy hát akik nem kezdték még el ezt a munkát, azok fogjanak bele. Augusztus végén pedig az 1 000 000 forintot automatikusan úgy tudom, hogy minden érintett település a számlájára megkapja, mint automatikus támogatást. Egyébként költséges ez a munka, mert hogy van egy minta is, amit mi is itt az előbb megmutattunk, hogy van egy ilyen digitális arculati minta, aminek a alapján meg kell csinálni ezt a kézikönyvet. Én bizonyos, tehát néhány kollégámmal, és hát a szakmának ezzel a részével, ha úgy tetszik, kapcsolatot tartva, néhány településen konkrét tapasztalatokkal rendelkezem, ahol elkezdődött ez a munka. Az összképem az kezd lenni, hogy ennek a munkának az energiának a fele körülbelül ennek az egésznek a konzultatív két lakossági fórumot kell tartani a minden egyes településen, aztán bizonyos véleményezési procedúrák zajlanak majd le egy elektronikus felületre, a kézközeli zsűrianyagot föl kell tölteni, azt a Magyar Építészkamara, az állami főépítészek véleményezik, és még más szervezetek is, stb. Tehát ezzel magával összeszámoltam, ezek a kivárási idők a folyamatban pusztán 2 hónapot, tehát 60 napot jelentenek, amikor bizonyos dolgokat végezni kell, és azt megelőzően, tehát vannak ilyenfajta kivárási idők, előtte, utána, stb. 2 hónap, ami csak ilyenekből áll össze, tehát úgy optimálisan 4 hónap mondjuk ennek a elvégzési ideje. No, akkor, hogyha már így végig logisztikáztuk és megnéztük ennek a hátterét, akkor nézzük meg azt, ami az emberek fejében megfogalmazódik, hogy mi lesz ez tulajdonképpen ez a kézikönyv. Ez az építészeknek egyfajta iránytű, vagy iránymutatás is lesz, hogyha a következő években építkeznek egy településen, lehet az állami beruházás, magánberuházás, akkor milyen arculati kritériumoknak kell megfelelni, vagy pedig nem lesz ez egy szigorúan szabott kötöttség? Két dokumentum születik a munka során. Az egyik ez a bizonyos település képi arculati kézikönyv, ami fotókkal, vizuálisan számba veszi a település meglevő örökségét, műemlékeit, vagy egyéb arra méltó dolgait. Aztán születnek ajánlások az utcakép alakításába, arra vonatkozóan, hogy és nagyobb részt a lakóépületek, a lakások, családi házak, vagy hát kinek milyenje van, kisvárosokban azért tömbszerű társasházas és egyebek is nyilván. Tehát ajánlások születnek, és az adott település feldolgozása kapcsán aztán konkrétan az ottani település meglevő utcáit végig járva, ha elég becsületes az, aki csinálja, akkor napokat el lehet ezzel molyolni még a kis településeken is, és gyűjteni fotóanyagokkal, forrásanyagot, amit be lehet majd emelni ebbe az anyagba, és pozitív példaként lehet ajánlani XYZ-nek a kapuját, ablakát, tehát nem csak a komplett épületeket, vagy az utcasorokat, utcaképeket, hanem motivumokat is végig gyűjtögetve az adott településen. Elég sok helyen megfordul. Építészként mi a véleménye? Nagyon eklektikus volt a kép? Tehát szükség volt erre egyébként? Amit eddig láttam, igen, izgalmas összképet mutatnak a kis településeink. Itt ilyen 1-2 000 főtől mondjuk Máté Szalkáig bezárólag tettem ilyen köröket, ahol 18 000 körül élnek, laknak. Roppant vegyes és heterogén ez a kép, és amikor azt kell mondani, hogy bizonyos példákat, részleteket vagy épületeket kimerjünk emelni a sokaságból, hogy azért ez lenne például, vagy nem ez, hanem néhányat illik, mert egy tutit úgyse szabad, nem is illik, stb. Elég nehéz feladat ezeket, tehát nyilván ehhez majd egyfajta szakmai tím, akik az albumot tervezett szinten összeállítják, hozzászól, de ez hozzászólhat, majd honlapra fölkerülnek ezek a munkaanyagok
és lesz lakossági fórum. Tehát részben a település társadalmasítási szinten hozzá tud szólni ahhoz, hogy ez az elkészülő anyag olyan legyen-e, vagy nem is pont olyan, mert tudok jobbat, és akkor erre mód van a település lakossága fórum, vagy fórumot követően is mód van x napig még reagálni honlapon akárhol, ahol erre megvan a mód. Úgyhogy ennek azért a folyamánya csak az lesz, hogy egy hasznos anyag születik, és az album maga az csak egy megalapozó tanulmány, tehát az igazi napi gyakorlatnak a eszköze az a településképi rendelet lesz, ami a munka második ütemében születik meg. Valójában oda kerülnek be azok a konkrét javaslatok, eszközök, jogi formulák, amik viszont már majd arról szólnak, hogy igen, és akkor hogy lehet ez végre? Hát ilyet kéne valahogy elérni, amit az albumban mondogatunk, megmesélünk. De hát mik az eszközök, amikkel ezt meg lehet valósítani? És valójában itt például ennek a rendeletnek az egyik belépője lehet az, hogy kötelező lesz adott esetben minden engedélyt kérő új, vagy beavatkozni szándékozó építetőnek, tervezőnek mondjuk kötelessége lesz az adott település műszaki részlegével, főépítészével, vagy az egész folyamatot aláírás szinten záró polgármesterével konzultálni, egy konzultációs jegyzőkönyvet fölvenni, ahol megkapja azokat az útmutatókat, vagy elvárásokat, amiket mai viszonyaink között a kisebb településen nem feltétlenül, a mai struktúra nem így működik, mert az elsőfokú hatóságok léteznek valahol ugye járási székhelyeken, és egy kisebb településen már akkor találkoznak egy épülettel, amikor épül, és azt se tudják, mert az engedély nem is ott születik, és nincs meg ez a bejáratott mechanizmus feltétlenül, és itt még a több ezres kisvárosokra is igaz ez. Nosíthatja ez majd az építkezéseket esetleg? Hát azt én nem gondolnám, nem feltétlenül ez lesz a legidőigényesebb része egy építkezés előkészítésének sem, de mondjuk akkor egy ilyen konzultációt kötelező lesz valószínűleg lefolytatni a mindenkinek, erről születik egy jegyzőkönyv, emlékeztető, a tervezőnek ez iránymutatása arra, hogy mégis mik az alapvető elvárások, és hát a következő izgalmas dolog pedig az, hogy aki ezeket az instrukciókat egyébként elengedi a füle mellett, vagy nem tartja be, ott ha szabályok vannak, azok akkor működnek jó, ha egyébként vannak eszközök arra is, hogy ha nem tartják be, akkor mi történik. Tehát itt például a jogszabály a polgármester kezébe 1 millió forintos bírságolási lehetőséget ad, amit akár többször is ismételhet olyan esetekben, amikor valaki fittyet hány ezekre az elvárásokra vagy elképzelésekre. De ezt nyilván majd a rendeletben fogják szabályozni. Először a kézikönyv kell, hogy elkészüljön. Már ez önmagába véve is nagyon érdekes lesz, és szeptember végén egyet-kettőt meg fogunk itt nézni szerintem. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.